2017. október 13-án letették az új karcagi rendőrkapitányság épületének alapkövét. A régóta várt beruházás az Országos Rendőrfőkapitányság és Karcagváros önkormányzatának együttműködésének köszönhetően valósul meg. Kovács Sándor, a Jászlóskonszolnok megyei közgyűlés elnöke az ünnepélyes alapkőletételen elmondta, hogy az új épület megépítésével a karcagiak egy régi álma teljesül. Olyan vágyunk teljesült nekünk itt karcagiaknak és a térségben élőknek, amire hosszú évtizedek óta vágytunk. Hiszen valószínű, hogy az ország egyetlen olyan rendőrkapitánysága van itt Karcagon, amely nem önálló épületben, hanem egy bérleményben van, az önkormányzat épületében. És megtörtént az, amire évek óta, évtizedek óta vártunk, hogy Karcagon is egy önálló rendőrkapitányság épülete legyen. A családok és az állam is ugyanúgy működik, vagy legalábbis nagyon hasonlóan. Ha egy családnak vagy az államnak nincs pénze, akkor a régi épületek felújítására sem tud fordítani. Ha megy a gazdaság, megy a családi, megy az állami gazdaság, akkor legalább a felújításra tud költeni. De hogyha jól működik a rendszer, jól működik a gazdaság, jól működik a család háztartási gazdasága, és jól működik az állam háztartása, akkor újat is tud építeni. Ha Karcagon vagy az ország bármelyik településén járjunk, akkor látjuk azt, hogy melyik időszakban működött jól az állam, melyik időszakban épültek városházák, megyeházák, templomok, közintézmények. És eljöttünk és elértünk ahhoz az időszakhoz, amire én talán 41 néhány évet vártam, hogy a magyar gazdaság is ne a megszorításokról, ne a szűkítésről, ne a lehetőségek megtartásának öröméről, hanem fejlesztéséről is szóljon. És láttam azt, hogy Karcagon a városháza 110 évvel ezelőtt épült, a templom 300 évvel ezelőtt, és újból elérkeztünk ahhoz a gazdasági időszakhoz, amikor egy új rendőrkapitányságot is tud a magyar állam építeni. És szükség is van erre, hiszen a karcagi rendőrkapitányságnak az ország egyik legnagyobb területét, földrajzilag legnagyobb területét kell ellátni. Megnövekedett a munka, egy részről, más részről pedig lecsökkent. A megnövekedett munka azzal járt, hogy nagy területet kapott a kapitányság, és a munka azzal csökkent, hogy jól végzik a munkájukat, kevesebb bűncselekmény van, kevesebb olyan esemény, amely irritálja a lakosságot. A sok munkának megvan a gyümölcse. És hát egy biztos ponton állunk. Egy biztos ponton állunk, ahonnan el tudunk indulni. Egy vasbeton szerkezeten, ami stabilitást ad nekünk, a jövőnek és a fejlődésnek. Dobos László polgármester várostörténeti pillanatnak nevezte a rendőrkapitányság megépítését. A Széchenyi Sugár út és a József Attila utca sarkán, a körzeti rendelővel szemben, ahol is épül a karcagi rendőrkapitányság. Óriási jelentősége van ennek, hiszen a rendőrkapitányság a városháza egyik épület részében volt elhelyezve hosszú évtizedeken keresztül, és hát bizony már a 21. századi kívánalmaknak ez nem megfelelő. Így végtelenül örülünk és boldogok vagyunk, hogy itt épül ez az új karcagi rendőrpalota. Hosszú időt vártunk erre, de mindenképpen megérdemli ez a rendőrkapitányság, amelyik a legjobb mutatókat hozza a környéken, és egyáltalán a város lakossága, hogy egy önálló rendőrkapitánysággal bővüljön a paletta. Nagyon-nagyon sokan dolgoztak ezért, köszönet mindenkinek, aki bábáskodott annak érdekében, hogy ez a beruházás megvalósuljon. Én szeretnék külön köszönetet mondani dr. Fadekas Sándor miniszter úrnak, aki hosszú éveken keresztül lobbizott azért, hogy ez a beruházás megvalósulhasson. Ingyen telket adtunk, illetve egy jelképes 1 forintos összeget ajánlottunk föl a telek árának érdekében, tehát gyakorlatilag a rendőrség ingyen jutott hozzá, a belügyminisztérium ingyen jutott hozzá ez a telekhez, de úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagyon hasznos és megtérülő befektetés lesz.
A kivitelezők azt ígérték, és ez van a szerződésben is, hogy 2018. január 31-ére befejeződnek a munkálatok. Nyilvánvalóan ezt követően egy átköltözésre kerül sor, ami egy bizonyos időt igénybe vesz, de várhatóan a következő év tavaszára teljes mértékben elfoglalja a rendőrkapitányság ezt az új épületet. Ahol a rendőrkapitányság van jelen pillanatban, azt a járás fogja majd használatba venni. Nagyon sok olyan feladatot látnak el, ami további területigényre készteti a járást, és ők fogják várhatóan felújítani, és azt használatba venni. Dr. Urbán Zoltán rendőr tandártábornok azt emelte ki, hogy a karcagi rendőrkapitányság dolgozói megérdemlik, hogy 21. századi körülmények között dolgozzanak. A Jász-Nagykunszolnok megyei rendőrfőkapitányság az elmúlt 7 évben nagyon komoly, jelentős beruházásokat hajtott végre több épületünkön, de a legjelentősebb, legnagyobb kihívás az a karcagi rendőrkapitányság megépítése és méltó körülmények közé helyezése a kollégáinknak. A karcagi rendőrkapitányság munkatársai biztosan állíthatom, hogy megérdemlik azt, hogy 21. századi körülmények között dolgozhassanak. A legjobban teljesítő kapitányságunk az elmúlt időszakban. Az illegális migráció nyújtotta a terheket is könnyedén vették, és azokkal a komoly szolgált szervezési feladatokkal megoldották Karcag közrendjének, közbiztonságának teljes körű lefedését, amely azt eredményezte, hogy az elmúlt időszakban a regisztrált bűncselekmény számok több mint a felére csökkentek, a nyomozás eredményesség a duplájára nőtt, és a kiemelten kezelt bűncselekmények a közterületen pedig jelentősen egyharmadára csökkentek. Ezek azok a cselekmények, amelyek a lakosság úgynevezett szubjektív közbiztonsági érzetét befolyásolják, és nekünk az a feladatunk, hogy ebbe mindig jobbak, jobbak és jobbak legyünk. Ehhez biztosítani kell az infrastruktúrát. Nagyon szépen köszönjük a karcagi rendőrkapitányság nevében és az egész főkapitányság nevében a karcagi önkormányzat közreműködését. Ugye 2005-ben, ahogy már polgármester úr is utalt rá, a telket az önkormányzat vásárolta meg és adta ajándékba a főkapitányságnak, és tulajdonképpen azóta mennek a munkálatok, és egy hosszú tervezés után ma ott tartunk, hogy rövidesen az alapkő letételhez érkezünk. Én azt kívánom majd az itt teljesítő kollégáimnak, hogy az épület korszerű megoldásainak megfelelően korszerű munkamódszereket is bevezessenek, és minden nap szolgálják a karcagi emberek biztonságát. Az önkormányzat elégedett a rendőrség munkájával, ez azt bizonyítja, hogy az önkormányzati beszámolóját a rendőrkapitány úrnak egyhangulag kivétel nélkül megszavazva elfogadták, illetve a magyar rendőrség által már évek óta megszokottá vált elégedettségi kérdőívek tekintetében is kimagasló eredményt ért el a karcagi rendőrkapitányság. Ezek után azt gondolom, hogy nem kérdőjelezhető meg az, hogy abból az épületből, ahol jelenleg a szolgálati feladataikat ellátják, valóban méltóbb körülmények közé kell őket helyeznünk. Én azt kérem majd kapitány úrtól, hogy amikor birtokba veszi ezt az épületet, akkor ezt valamilyen szinten úgy fogadja, hogy ez egy jutalom és egy elismerés az eddigi munkájuknak. Én mindenkinek nagyon köszönöm az elmúlt években minden közreműködését, hogy ma itt állhatunk. Köszönöm azoknak a kiemelt partnereinknek, akik segítették a munkánkat a közrendben és a közbiztonságban. Kiemelném különösen a polgárőrséget, aki kiemelt stratégiai partnere a magyar rendőrségnek. És köszönöm természetesen minden együttműködőnek, aki napi szinten segíti a mi munkánkat, ezenből a karcagi rendőrkapitányság munkáját. És tekintettel arra, hogy a Jász-Nagykunszolnok megyei rendőrfőkapitányság is a saját eszközeivel hozzá szeretne járulni ahhoz, hogy Karcag közrendje és közbiztonsága még jobb legyen. Ezért én most felkérem kapitány urat, hogy fáradjon hozzám és vegye át annak a szolgálati gépjárműnek a kulcsát, amit a legújabb fejlesztés keretében megkapott a Jász-Nagykunszolnok megyei rendőrfőkapitányság, és ezt úgy gondoltuk, hogy a karcagi kapitányságnak adjuk át. Dr. Kontrát Károly a belügyminisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, hogy ma Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország, hiszen a rendőrség létszámát növelte a kormány, megfelelő eszközpark is rendelkezésükre áll, illetve szigorú törvényeket alkottak. A számok is ezt mutatják egyébként, hogy az elmúlt 7,5 évben a közterületen elkövetett bűncselekmények száma több mint 50%-kal csökkent, a kiemelt bűncselekmények száma is több mint 50%-kal csökkent. Örülök annak, amikor ma ide készültem, megnéztem az adatokat, a karcagi rendőrkapitányság
területén is csökkent ebbe az évben, tehát az első 8 hónapban közel negyedével a bűncselekmények száma. Tehát azt lehet mondani, hogy jó úton haladunk, és ugye ezt a nagyon fontos feladatát, a belbiztonságot a rendőrség úgy látja el, hogy a déli határ védelmében is részt vesz. Én szeretnék köszönetet mondani a Karcagi Rendőrkapitányság és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei főkapitányság személyi állományának, hogy ezt a kettős feladatot ilyen eredménnyel látják el, és megvédik az országot a déli határon, és szolgálják a karcagiakat és a kapitányság területén élők biztonságát. Magyarország erős és büszke európai ország, ennek köszönhetően tudunk ma itt alapkövetlet lenni, ennek következtében vagy köszönhetően tudunk középületeket építeni, tudjuk támogatni a rendőrséget, és ugye szeretném elmondani, hogy ez egy nagyon fontos pillanat, és nagyon, nagyon szép eredményeket értünk el az elmúlt 7,5 évben, de hogy ezeket meg tudjuk tartani, és még tovább tudjunk fejlődni, még nagyobb biztonságot tudjunk elérni, azért sokat kell tenni, és a mi kormányunk elszánt annak érdekében, hogy ezeket a feladatokat biztosítsa. És még egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet, a személyi állomány megbecsülése, hiszen nem csak a technikai eszközök, nem csak a gépjárművek, nem csak a 112-es segélyhívó rendszer, nem csak a technikai eszközök biztosítása és javítása fontos, hanem a személyi állomány megbecsülése. 2015. július 1-jében lépett hatályba az új szolgálati törvény, amely új előmenetel és életpálya modellt fogadtunk el, új illetményrendszert vezettünk be, amelynek köszönhetően 2019-ig átlagosan 50%-os illetményemelést tudtunk végrehajtani. Most 40%-nál tartunk. A parlament előtt van az a törvény, hogy 18. január 1-től további 5%-kal növeljük átlagosan a személyállomány illetményét, és akkor 45%-nál vagyunk, és biztos vagyok abban, hogy 2019-ben újabb 5%-ot tudunk emelni, és elérjük az ígért és vállalt 50%-ot. Tehát nagyon fontos az, hogy a személyállományt megfelelően meg tudjuk becsülni. Tavaly augusztus végén döntött úgy a kormány, hogy 3000 új határvadászt állít szolgálatba. Az ő kiképzésük is folyamatos. Legutóbb ezen a héten, hétfőn a Hősök terén 227 rendőrtiszthelyettest esküdt Orbán Viktor miniszterelnök úr előtt, és fogadta meg, hogy Magyarország és a magyar emberek biztonságát szolgálja. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretnék köszönetet mondani Fazekas Sándor miniszter úrnak, Karcagváros korábbi polgármesterének, aki mindvégig szorgalmazta ennek az új rendőrkapitányság épületének a felépítését. Mi a parlamentben gyakran találkoztunk és szót váltottunk arról, hogy ezt hogy tudjuk megvalósítani, és örülök annak, hogy ma itt lehetünk és az alapkövet le tudjuk tenni, és jó híreket hallottunk a befejezési határidőt is illetően. Nagyon fontos az, hogy a személyállomány megfelelő körülmények között végezze a munkáját. Köszönetet mondok Karcag városának, aki a telket biztosította ehhez. Köszönetet mondok a Jász-Nagykun-Szolnok megyei főkapitányságnak, aki egyébként ezt a telket kiegészítette a megfelelő parkoló biztosítása érdekében. És bízom abban, hogy ez az összefogás, a kormány, a belügyminisztérium, a megyei főkapitányság, a város, a városi kapitányság összefogása eredményes lesz, és hamarosan majd a alapkületétel után, majd a birtokba vétel is, az átadás is sorra kerül. Az új rendőrkapitányság épülete 2018. január végére készülhet el.